A Magyar Kardnak a keretében megnyílt kiállításról szeretnénk egy pár szót mondani. A kiállításnak a célja hagyományi közlés és ápolása mellett a történelmi kardvívásnak a bemutatása, és aki szeretne, ugyanúgy persze a használata. 1825-ben gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós kezdeményezésére létrehozzák a Pesti Nemzeti Vívóintézetet. A Pesti Vívóintézet mindenképpen abban az időszaknak nagyon fontos szerepét játszotta a magyar kardvívásnak a megalapításában. Veselényi bárónak volt egy mondata: egy nemzetnek se lenne illőbb és szükségesebb a kardját jól forgatni tudni, mint a magyarnak, mert ami és amilyen van, ennek köszönheti. Elmondható, hogy báró Veselényi Miklós nem csak maga a Pesti Nemzeti Vívóintézet megalkotásában, hanem nagyon jó vívó volt. Fizikumában látható, Zsibón született, ezért őt úgy hívták, a zsibói bölény. Ennek következtében olyan mesterek voltak, akik őt tanították, mint Friedrich Ferenc, aki majd később a Pesti Nemzeti Vívóintézetnek vívómestere is lesz. Van egy érdekes nagyon történet a Veselényi báróval kapcsolatosan. Ugye a pozsonyi országgyűlésen mondott kirohanása miatt úgymond perbe fogják. De hát ugye pontosan a perbe fog azért meg akarják alapozni, és megkérnek egy osztrák lovas tisztet, hogy hívja ki párbajra a hadsereg megsértése miatt a bárót. A báró elfogadja végig is ezt a fajta kihívást, és Pozsonyban, a kaszárnyában kerül erre sor. A küzdelem hevében olyan erőre sikerült, hogy a leges legvégén a báró az végül is a kosarát, végül is a kard kosarát átszakítva a lovastisztnek mind a négy ujját levágta, és ugye befejeződött a viadal. Mindenképpen még ugye megemlítenénk ugye Széchenyit, aki nagy gondolkodónk, és ebben a dologban a vívás szempontjából is nagyon fontos személyiségünk. Az első tálónál láthatunk egy jurátus szabját. Ez nagyon érdekes, abban az időszakban a joghallgatóknak volt az iskola kardja. Ha ránézünk erre a szabjára, nagyon szépen ívelt, török vonalat képvisel. Tudni kell, hogy jurátus szabjának a Napóleon háború, amikor Napóleon a úgymond Egyiptomban viselt háborút, annak az időszakából való, és látható gyönyörű szépen ez a török íveltség. A kengyelében pedig látható a magyar címer. A másik ugye fontos része az úgynevezett főúri díszszabja, gyönyörű szépen aranyozott szabjáról van szó, látható, hogy gyönyörűen ugye végülis egy oroszlán védi. Abban az időszakban ugye oroszlán volt ugye a magyarságnak, és nagyon sok esetben olyan elemeket vittek bele, mondjuk a két kígyó ellen küzdött végülis az oroszlán, például a Teleki Pálnak a szabjáján látható volt egy oroszlán a két kígyóval, 48-49-ben a két kígyót azt végülis az orosz, illetve ugye a Habsburg birodalmat képviselte, és maga a harcunkat próbált ebbe képviselni. A másik 1825-ben létrehozzák a Pesti Nemzeti Vívóintézetet, ennek a vívóintézetnek az alapítóinak a névsora van benne. Mindenképpen fontosnak tartották olyan ifjaknak a vívásra való oktatását, akik ugye saját pénzből ezt nem tudják végrehajtani, de mindenképpen magyarok voltak és 16 év felett voltak, mindenképpen ezzel szerettek volna hozzájárulni ahhoz, hogy azt a fajta kard hagyományát, amit már 1000 éves történetünkre visszatekint, mindenképpen végül is ezt tovább folytassuk. Ennek ugye a Pesti Nemzeti Vívóintézet volt az alapja. Első vívómestere Friedrich Ferenc volt ennek a Pesti Nemzeti Vívóintézetnek. Friedrich Ferencről tudni kell, hogy ő ugyanúgy, mint Franciaország, mint Olaszországban tanulta a vívást, már apja is vívómester volt. Arról válik híressé majd ugye 48-49 után, illetve előtte akár Kossuth Lajosnak, vagy báró Veselényi Miklósnak volt a vívómestere, és mindenképpen megemlíteném a kiegyezés után, a Egyetemi Vívóintézetnek lesz végül a vívómestere, és hát Erzsébet királynénak is ugyanúgy vívómesterévé válik. Mindenképpen egy korszak ez. Ennek a korszaknak kiemelkedő alakja Keresztesi József, aki 1819-ben születik, és majd nagyon fiatalon már Friedrich Ferenc mellé kerül, mint segéd vívó, és 1842-ben, a következő tálatunk 1842-ben teszi le a vívómesteri oklevelet. Az oklevélen, ami látható Keresztesi mester nevére szól, 6 vívómester írja alá, fogadja el Keresztesi mestert végül is ugyanúgy vívásra hajlamos mesternek. Mindenképpen elmondható, hogy Keresztesi mester 1842-től a szabadságharc kirobbanásáig ennek a Nemzeti Vívóintézetnek a vívómestere és nagyon fontos személyisége. A képek láthatók a Zöldfa utcai kis termében, a régi vívótermekről van szó. Egy nagyon régi vívósisak látható, és ami a tárló szempontjában nagyon fontos,
1892-ben, amikor 50 éves jubileuma van a vívó mesteri kivenezésének, a diákjai végül egy emlékkönyvet hoznak létre, illetve nyomtatnak ki. Ez az emlékkönyv látható itt végül a kiállításon. Ennek az emlékkönyvnek képeit raktuk föl, és látható azon a képen, hogy 1892-ben látható Keresztesi József. Ezek a vívó szabják, amik itt vannak, ezek abban az időszakban használták, tudni kell. 48-49-ben az összes vívómester kardját felajánlja végül a nemzetnek, és részt vesznek a szabadságharcban. Keresztesi mester 60. honvéd zászlóaljban, mint hadnagyként szerepel, és 49-ben az utolsók között teszik le a fegyvert. Azonban hiába kap ő mennylevelet, ennek a mennylevélnek ugye hiába megkapta, aradi várbörtönbe kerül, ott eltölt egy úgymond egy több évet, és majd 1851-ben kerül vissza Pestre. Mindenképpen szeretné folytatni ezt a vívás oktatását, többszöri megkeresésére az akkori pesti rendőrvezetőnek, nagy nehezen engedik neki, hogy végig is oktasson, de fakarddal még kezdetben, és nem használtak végig is fémkardot. A fémkardot jellemző majd a kiegyezés után fogják használni. Elmondható a kis történetben, hogy Keresztesi mester, amikor megkapja az engedélyt arra, hogy oktatásképpen ugye iskolát nyithasson, akadémiát, ő egyetlen kért, hogy ő dönthesse, hogy hány diákkal szeretné ezt megnyitni. Ő azt mondták neki, hogy természetesen ő dönti el. És ugye, amikor kilépett volna a szobából, visszakérdeztek rá, hogy hát hány fővel szeretné ezt megnyitni, és egyszerűen egy dologgal válaszolt, 48. És mindenképpen 48-as tisztelet, abból nagyon érdekes, hogy egy kis fénymásolata van ennek a fajta mennylevélnek. Ez a mennylevél a maga kis edzőtermében nevezzük, vívótermének a sarkába volt elhelyezve, és ennek a mennylevél mögött volt egy úgynevezett, és a 60. zászlóalnak a zászlóját, amikor ugye letették a fegyvert, felszelték, és mindenki, aki ott volt, magának elrakhatott egyet. Ebből a kis sejem darab volt mögötte, és azt tudni kell, hogyha ezt megtalálták volna nála, akkor valószínűleg nem annyi évet töltött volna Aradon, hanem egy kicsit hosszabb időt. Ezzel mindenképpen a magyarságát és a magyarok utáni tiszteletét szerette volna Keresztesi mester. Következő nagyon fontos részünk az, ugye 48-49 után, tehát 51-ben nyitja az akadémiáját, jellemzően annak az időszaknak a párbajok voltak a jellemzőek. A fiatalok végig is lejártak a különböző vívó iskolákba, felkészítették őket a különböző párbajokra. Ezeknek a párbajoknak a kódexei, régi kódexei láthatóak itt. Mindenképpen nagyon fontos volt, hogy ezeken a párbajokon meghatározott rendben és határozott vezetéssel lehessen végrehajtani. A benne lévő gyönyörű szépen egy párbajna használt vitör van benne, amit ugye használtak, nem mindig a párbaj, nem mindig szabját használtak a fiatalok, hanem úgynevezett ilyen tört, az a meghatározó sporttörőnek az előszakasza. Nagyon fontos, hogy maga a Keresztesi Józseffel kapcsolatban több mementó van, és ez ilyen például az 1845-ben, amikor ugye Széchenyi borzasztóan fontosnak tartja és híresnek tartja maga annak a Pesti Nemzeti Vívóintézetnek a létrehozását, azonban Metternich idejében volt egy bárom, aki abban az időszakban kancellár volt, és hát ugye ezt a fajta dolgot, amit a Széchenyi mondott, ezt ő nem tartotta fontosnak. Szót követett, és mindenképpen a bárót arra kérte végül is a Széchenyi, hogy tegye össze pengéjét végül is a Keresztesivel, aki akkor még fiatal ugye vívómesterről volt szó. Ez meg is tette, és érdekes módon a báró eljött Budapestre, és ilyen vitőrrel voltak végül is a küzdelemben. 5 tussa ment végül is a küzdelem, de ennek a végén egyetlen egy tussa se tudta végül is a maga a vívómestert, a báró megemlíteni. Magyarul 5 nurra nyert végül is a Jósika báró ellen végül is a Keresztesi. Keresztesinek, ahogy mondtam, 1892-ben van az 50. jubileumban, sajnos már sokat nem élhetett meg, mert 1800 továbbiakban, 95-ben végül is meghal. Azonban mindenképpen a neve a magyar kardvívás megalakítójaképpen megjelent, és főleg abból, hogy ő egy magyar ember volt, és magyarként tette ezt. Utána nagyon sok emlékverseny alakult ki, illetve hoztak létre a Keresztesi mesternek az életében. Ezek között több verseny is található, erről majd később egy pár szót. Ezért mindenképpen nagyon fontos maga ez az időszak.